Egymás mellett sorakozó biciklik a nyíregyházi Zrínyilon a gimnázium előtt, az egyik utcafronti osztályteremből pedig diákok integetnek, ebből is látszik, a fiatalok már várják a nyári szünetet. Egy másik tanteremben azonban még az év vége előtti utolsó felelések zajlanak, most angolból. A zrínyis diákok többsége nyelvtanulással, pihenéssel szeretné tölteni a nyarat, de jó néhányuk diákmunkát is vállal majd. Most először fordult meg a fejembe, hogy valamit csinálni kellene a nyáron így diákmunka szempontjából, és jelen pillanatban két dolog között vacillálok. Az egyik az az, hogy vagy építkezésen fogok dolgozni, ami a jövőben akár tapasztalat szerzésként is jó lenne, mivel akár ilyen irányba is szeretnék majd elhelyezkedni a jövőben, ilyen mérnök szakra, vagy pedig a strandon dolgoznék, ez a másik lehetőség. A diákok között akad, aki már hónapok óta dolgozik. Telefonos értékesítő vagyok, nagyon szeretem csinálni, mert így ugye a jövőben is tapasztalatot szerzek majd a későbbi munkámhoz. Nagyon jól fizet, termékeket árulok, paplanokat, meg takarókat kell értékesítenem, és még a jövőben is nyáron is szeretnék dolgozni. Amennyiben a diákmunkát iskola szövetkezeten keresztül vállalja egy tanuló, akkor a feltételek között szerepel többek között a nappali tagozatos hallgatói jogviszony, 3 hónapnál nem régebbi iskola látogatási igazolás, személyi és diák igazolvány megléte. Milyen munkát szeretnél? A Legóba szeretnék jelentkezni diákmunkára. Idén minimum bruttó 639 forintos órabérért dolgoznak a fiatalok, bérükből csak az SZJ-t vonják le. Ami változás tavalyhoz képest, hogy most már 15%-os a személyi jövedelemadó, így több pénz marad a diákok zsebében. Az egyik legnagyobb partnerünk ugye a Legó, oda folyamatosan toborozzuk és küldjük a diákokat. A Legónál például magasabb a bér is, 642 forint óránként, és minimum egy 10%-os pótlék jár a diákoknak. Úgyhogy oda folyamatosan várjuk a diákok jelentkezését, kiváltképp azokat, akik évközben is szeretnének diákmunkát vállalni. Nagyon keresett munkák még a pénztáros és az árufeltöltői munkák a szupermarketekbe, és a nyár közelettével ugye kezdődnek, majd indulnak a nyári munkák. A szeszélyes időjárás, a tavaszi fagyok kihatással vannak a mezőgazdaságra, és így a diákok esetleges zöldség és gyümölcsszedési munkájára is.